A síkvidéki vízpótló és tározási lehetőségek fejlesztése első ütem című KEHOP kötőjel 1.3.0 kötőjel 15 kötőjel 2021 kötőjel 00022-es számú projektről vízügyi szakmai konferenciát rendezett a kedvezményezett konzorcium Mezőtúron. Az esemény Szűcs Dániel, a házigazdaváros polgármestere nyitotta meg, köszöntőt pedig Herceg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondott. Előadást tartott dr. Nemes Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal főosztályvezetője, Takó Szabolcs, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat vízgazdálkodási referense, valamint Lovas Attila, a köti vízigazgatója. Mint elhangzott, az előkészítő projekt célja a síkvidéki területeken a víz visszatartás fejlesztésével a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek növelése, azaz a vízháztartás javítása a társadalmi, gazdasági, ökológiai előnyök érdekében, nem utolsó sorban a klímaváltozás káros hatásainak mérséklése végett. A szakemberek 2016-2018 között készült síkvidéki tározásfejlesztési tanulmánytervekben 22 helyszínen vizsgálták a vízvisszatartási lehetőségek megvalósulását, fejlesztését. Ezek közül a szakmai sorrend felállítását követően ebben a projektben 7 síkvidéki vízpótló és tározási fejlesztés előkészítése fejeződik be hamarosan. A fejlesztések 3 vízügyi igazgatóság, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén új tározók létesítését és meglévő holtágak, tározók és medertározási lehetőségek rekonstrukcióját tervezik, amelyek összesített víztározási kapacitása meghaladja a 24 millió köbmétert. A projektben érintett síkvidéki vízpótló és tározási célú fejlesztések a következők. A Balmazújváros térségében található KV3 és KV1 tározók, a Gyoma-Endrődi, Félhalmi, Körösholtág, a Tiszaders, Tiszaszőlősi Holtisza, az Álomzogi 4. több célú tározó fejlesztése, 2.-3. ütemben, a Szolnoki Alcsi Holtisza, valamint a Peresi 3-as Körösholtág fejlesztése. Lovas Attila a konferencián részletesen beszámolt a projekt keretében a kötivizik területén előkészített fejlesztésekről. A Tiszaders, Tiszaszőlős Holtiszát érintően a tervezett létesítmények a következők. Szivornya építése, 2 300-as szivornyacsővel, üledék eltávolítása a 0+0-0-9 plusz 0-22-es kilométer szelvények között vezérárok szélesítéssel. A meder karbantartásához elengedhetetlen a fenntartási sáv kialakítása, a holtágon lévő átereszek felújítása, iszaptalanítása, a holtág vízkiviteli műtárgyakhoz egy vezérárok kialakítása. Az Alcsi Holtisza fejlesztése kapcsán az alábbi beavatkozások szükségesek. Holtágkotrás a 4+200-9 plusz 000 CKM, és a 10+450-13+987-es kilométer között hidromechanizációs kotrás, lepelkotrás 30-90 méter szélességben. Csatornakotrás a minimum 1 köbméter per másodperc visszaállítási képesség biztosításához. Kengyeli csatorna 0+00-3+325-ös kilométer, Kiskengyeli csatorna 0+00-6 plusz 919 kilométer. Műtárgyak építése, meglévők felújítása, szűrőmezők kialakítása a szennyezések elleni védelem érdekében 6 becsatlakozó csatornán. Partbiztosítás kiépítése 75 méter hosszan. Renault matracos rézsűvédelem lábazati megtámasztó kőszórással. Vízminőségi beavatkozás 2 helyen. A Mezőtúr-Álomzugi belvíz öblözetben az Álomzugi 4-es csatorna revitalizációja, 75 hektáros több célú tározó létesítése az első ütemben megvalósult. A második-harmadik ütem biztosítása, a kialakított tározótér folyamatos stabil vízpótlása, öntözővízzel való ellátása. Cél az Álomzugi rendszer bekapcsolása a nagykúsági rendszerbe új műtárgyak és csatornaszakasz létesítésével, továbbá a meglévő szakaszok rekonstrukciójával. 2. ütem. Az Álomzugi csatorna átalakítása, vízpótló útvonal kiépítése a nagykúsági főcsatornából, műtárgyak felújítása, átépítése, új műtárgyak építése. 3. ütem. Az Álomzugi öntözőcsatorna fejlesztése.
mederfenék süllyesztés, műtárgyak felújítása, átépítése, építése. Mindhárom helyszínen a tervezett, előkészített munkálatok kivitelezése, a források rendelkezésre állását követően kezdődhet meg.